Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akik követik a beszélgetésünket, mely az anyateljes táplálás és a mikrobióma világnapja alkalmából készül. Üdvözlöm beszélgető partnereinket, dr. Stahovics Petra leendő neonatológust, aki két koraszülött gyerkőc édesanyja, a Szoktatásért Magyar Egyesület elnöke és a Szoktatásért Nemzetbizottság alelnöke. Továbbá Afonyiné Kaló Tündét, a Miskolci Pic vezető főnővérét, laktációs tanácsadót, és a melletted a Helyem Egyesület alelnökét. És itt van velünk a nyugatársam is, Marosvölgyi Tünde Pécsről, és jó magam is egy koraszülött kisfiú édesanyja vagyok. Rengeteg tapasztalatunk van az anyateljes táplálás terén, úgyhogy velük fogok beszélgetni a következő fél órában. Egyrészt az anyateljes táplálás fontosságáról, másrészt a koronavírus hatásairól. Köszönöm szépen, hogy elvállaltátok a felkérésünket. Első körben én azzal szeretném indítani ezt a beszélgetést, hogy felolvasok egy mondatot. Az anyatej, mint gyógyszer. Mi a véleményetek erről? Ezt tudományos kutatások kimutatták, hogy azok a koraszülött kisúlyú babák, akik az első napoktól kapnak már anyatejet, sokkal gyorsabban gyógyulnak, sokkal kisebb eséllyel következnek benáluk szövődményes betegségek, tehát az első órák fontosságáról és nálatok lévő osztályos gyakorlatokra lennék kíváncsi elsősorban. Akkor kezdem én ehhez hozzászólnék. Abszolút így gondolom, és tényleg bizonyítékok is vannak arra, hogy az anyateje a koraszülött kisbabáknak a legfontosabb gyógyszere. Számos kutatás bizonyítja azt, hogy főleg az 1500 gram alatti koraszülötteket leginkább érintő csúnya hárombetűs betegségek, mint az IVH, ugye agyvérzés, retinopátia, ami vakságot okozhat, a NEC, az a bél elhalással járó bélgyulladás, BPD, ez a tüdőproblémákat okozó elváltozás, ezeknek az esélyét jelentősen csökkenti az, hogyha kizárólag anyatejet és lehetőleg saját anyatejet kap a kisbaba az első pillanattól kezdve, és ez egyáltalán nem egy szürreális dolog, hanem megfelelő támogatással, segítséggel, gyakorlati hozzáállással és pszichés, főleg pszichés támogatással teljesen megvalósítható az, hogy az első pillanattól kezdve akár egy 500 grammos 24 hétre született koraszülött kisbaba is csak anyatejet kapja, és ezeket a betegségeket nagy eséllyel elkerülhesse. Folytatnám akkor én, amit Petra elkezdett. Igazából nekem most az jutott eszembe, hogy ugye nagyon-nagyon sokszor halljuk azt, hogy a szoptatás és az anyateljes táplálás az a norma, és miért kellene nekünk eltekintenünk a normától gyakorlatilag a koraszülött kisbabák esetében is, tehát adott esetben az 1500 g alattiak esetében is. Nyilvánvalóan itt nem kezdhetünk rögtön a szoptatással, vagy nem kezdhetünk azzal, hogy a kisbaba azonnal ugye merre kerüljön, de mindenféleképpen meg kell tennünk mindent azért, hogy ezt tudjuk biztosítani, úgy, ahogy mondta Petra is, az anya támogatásával, azzal, hogy biztosítjuk a lehetőséget a babának, a koraszülött kisbabának arra, hogy az édesanyjának a közelébe lehessen, és hogy anyatejet kaphasson. A tündének ehhez kapcsolódóan van egy kérdése hozzátok, hogy miben tudtok a szülőknek, ugye laktációs tanácsadóként itt az édesanyáknak pszichés támogatást adni, illetve szakmai segítségnyújtást adni, akár a technikában, akár a fejésben, motiválásban, merretételben, hiszen később, amikor már ezek a pici babák ugye nem szondán kapják az anyatejet, vagy esetleg amikor már hazamennek, szeretnének ugye otthon is szobizni, hogy kialakítsák a kapcsolatot a gyermekükkel. Sokszor, amikor bekerül egy édesanyja akár fenyegető koraszüléssel a kórházba, 24, 5, 6, 7 hetesen, még nem feltétlenül gondolkodott el azon, hogy szeretne szoptatni, nem szeretne szoptatni, hogyan szeretné táplálni a kisbabáját, viszont főleg az ilyen nagyon pici sérülékeny babáknál ez egyáltalán nem kérdés, hogy anyatejet kapjon-e vagy tápszert, és ilyenkor nagyon finoman el kell mondani azt, hogy igen, ő az, aki a legtöbbet tudja tenni a babájáért, és mi ott vagyunk, és segítünk neki, hogy gyakorlatban is ez megvalósulhasson, és persze az első időszakban ez nem arról szól, hogy merre fogja tudni tenni a babáját, bár van olyan akár 1000 grammos koraszülött kisbaba, aki tud szokni teljesen ügyesen, de hogy egy kis időre arra kell berendezkedni, hogy ő feljen, és ez azért elég megterhelő, főleg amellett, hogy aggódik a gyermeke egészségét, hogy egyáltalán életben marad-e,
és nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy ne tegyünk rá még egy nagy stresszt azzal, hogy esetleg azt gondolja, hogy ő nem lesz elég jó anya azért, mert nem tud elegendő tejet termelni a kisbabája számára, holott ez a legfontosabb gyógyszere lenne. Tehát ez kommunikáció szempontjából nagyon labilis dolog, és nagyon érzékenyen kell velük emiatt beszélgetni, és igencsak kerülni az olyan mondatokat, amik akár egy mondat, akár egy szó teljesen rossz irányba tudja terelni azt az utat, amin el kellene indulnia. De gyakorlatban még többet tud ehhez hozzátenni. Nekem is most körülbelül ezek a gondolatok jutottak az eszembe. Amit még én hozzá tudnék talán egy kicsit tenni, ahogy mondta is Petra, tehát itt az első és a legnagyobb ellenségünk, és elsősorban az anyának az ellensége, az a fajta stressz, amit megél azzal kapcsolatban, hogy koraszülött kisbabája született, és minél apróbb a baba, tehát minél kisebb súlya a született, és minél súlyosabb állapotban van gyakorlatilag a gyerek, ez annál nehezebb. Én általában, amikor egy anyukával beszélgetek is már a koraszülött osztályon, akkor ami a legfontosabb, és talán az első mondatok között szokott szerepelni, hogy ez az, amiben ő a legtöbbet tud segíteni a babájának abban, hogy mi hamarabb túl legyenek ezen a nehéz élethelyzeten. És hát mindenféleképpen az anyatejnek a jelentőségéről, a védőszerepéről, az immunológiai jelentőségéről, a tápanyag tartalmáról, nyilván azokon a kereteken belül, amit egy laikus ugye meg tud érteni, mindenféleképpen el kell mondani az anyának azt, hogy ő is maga legyen ezzel tisztában, és ami a legfontosabb, hogy biztosítani számára azt, hogy ő ott lehessen, és hogy gyakorlatilag a napnak a 24 órájában most már bent lehessen a koraszülött osztályokon, mert ezzel tud a legtöbbet segíteni a babának, saját magának, meg ugye az ellátóknak. Én is erre csatlakoznék rá egy kicsit, erre a pszichés támogatásra, hogy nálatok kivégzi ezt a gyakorlatban, hogy kinek a szerepe ez, kinek a feladata. Szerintem fontos lenne talán elmondani, hogy ki az a laktációs tanácsadó, mert mondjuk akár magamból kiindulva én nem hallottam, hogy léteznek ilyenek, meg amikor én szültem, akkor ahol én szültem, ott nem is volt még ilyen. Szóval, hogy itt említettétek ezt a stresszt, inkább bennem az volt először a domináns, hogy ugye van egy koraszülés, alapból nagyon ijesztő egy ilyen helyzet, azt gondolom, és nem biztos, hogy az volt az elsősorban a prioritás, hogy akkor én most tudok-e szoptatni, fogok-e szoptatni, és ott a körülöttem lévő anyukákon szinten ezt láttam, hogy nem ez volt így fókuszba, hanem inkább az, hogy jól van-e a baba, egyáltalán túlélje, lesz-e maradandó károsodás, tehát egy egész más fókusz van, azt hiszem, mint egy időre született gyermeknél, és hogy nálatok ezt, hogy oldjátok meg, vagy a laktációs tanácsadó egyáltalán mit csinál, vagy hogy elmondani, hogy ki ő egyáltalán, azt hiszem, ez is fontos lehetne. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút csapatmunka kell, hogy legyen, hogy tudjuk, hogy a baba van a központban, és mindenki azért dolgozik, hogy neki a legjobb legyen, és ebben a csapatban az édesanyja, az édesapa is egyenrangú tagnak kell, hogy szerepet vállaljon, vagy hát ott legyen. Ahogy mondtam, már a szülőszobán, akár már egy fenyegető koraszülésnél meg kellene kezdődni a kommunikációnak ilyen irányba is, hogyha tudjuk, hogy bizonyos rövid időn belül meg fog születni a kisbaba, akkor nem csak azt mondani el, hogy mi lesz az első percekben, hogyan fogják ellátni, mire lehet számítani, hanem az, hogy mi lesz utána, és abban beletartozik az is, hogy jó lenne, hogyha az első két órán belül segítenénk az anyukának fejni. Oda menni még akár a szülőszobán, bemutatkozni, vagy ha már akivel előtte találkozott, az nagyon jó lenne, mert legalább egy kis bizalom kezdhet kiépülni azzal a személlyel kapcsolatban. Legyen ez védőnő, legyen ez csecsemős nővér, legyen ez akár gyerekorvos, aki segít neki a fejésben. Valóban nagyon kevés helyen van laktációs szaktanácsadó az országban. Külföldön azért sokkal-sokkal többen vannak, és
és azt is mondják, hogy 1000 szülésre jó lenne, hogyha jutna egy laktációs szaktanácsadó, hát sajnos körülnézhetünk, hogy itt Magyarországon körülbelül százan dolgoznak az országban, és nem feltétlenül kórházakban és elenyésző számban picekben. Viszont, hogyha van, akkor nagyon szuper, hogy az ő kezébe lehet ezt a feladatot adni, hogy előtte is találkozzon az édesanyával, bemutatkozzon neki, elmondja, hogy utána, mikor megszületik a kisbaba, egy-két órán belül meg fog jelenni, fog neki segíteni fejni. Azért nehéz, úgy, hogy a legtöbb esetben a koraszülések császármetszéssel történnek, nehéz úgy fejni, hogy meg sem tud mozdulni az édesanyja, meg hát sok esetben azt sem tudja, hogy mit kell, meg hogyan kell csinálni. Az első óra, amikor még ő maga sem tudja, hogy éppen hol van, nem feltétlenül arról szól, hogy megtanítsuk neki. Ez egy picit egy ilyen passzívabb folyamat, de már elindulhat a beszélgetés egy olyan irányba, hogy kicsit tud figyelni az anyuka is, de újra visszamegyünk, akár nem csak az első két órában, hanem a következő két óra múlva, és újra nyilván ez azért kapacitás kérdése, de abszolút, hogyha ez megoldható, akkor nagyon szépen fel lehet építeni annak az édesanyának a tejtermelését, és mindeközben lehet hangsúlyozni, hogy nem csak azért van, hogy tejet termeljen a kisbabának, hanem ő egy rendkívül fontos személy a baba számára, és nem mellesleg, amiért ő dolgozik, tehát tud tenni valamit a kisbabája érdekében, konkrétan egy gyógyszert tud adni neki. És ez talán nagyon tudja az anyukákat motiválni abban, hogy ezt csinálják tovább, hiszen azért elég fárasztó úgy fejni, hogy nincs ott a baba, nincs az a pozitív visszacsatolás, de ott van az aggodalom és a stressz, hogy mi lesz vele, és mi fognak történni. Ami szerintem még nagyon fontos lenne, hogy mennyi az a tejmennyiség, mert hogy mindenkinek gondolom, hogy minden amikor egy ilyen illúzió fejébe, hogy megszületik egy pici baba, akkor a szülött babánál, és hogy neki mennyi tejre van szüksége. Sokat hallottam különböző koranyukáktól, hogy nekem nincs tejem, nagyon pici tejem volt, és azt láttam, hogy nem is olyan voltak az a tisztában, hogy az a nagyon pici, az lehet, hogy annak az icipici babának akár egy egész napra elég, vagy akár kettőre, és hogy szerintem erről nem tudom, tudnátok-e egy picit mesélni, hogy mondjuk egy icipicülőtnek mennyi mondom, tejem. Jó. Mondom, akkor én gyakorlatilag pont, ahogy a Petra elmondta az előbbiekben, tehát az nagyon nehéz, és amit most te is mondtál, hogy mennyi az a telje, mennyire valójában szükség van, és ezzel kapcsolatban még szerintem mai napig nagyon-nagyon sok tévhit van, hogy a mamák, az édesanyák, és most akár koraszülött kisbabáról van szó, akár érett súlyú, egészséges újszülöttről van szó, de gyakorlatilag mindenki azt várja, hogy itt most rengeteg tej lesz gyakorlatilag a megszületés után, és akkor itt lesz 400 millió, 500 millió egyből, és pontosan az nagyon lényeges, amit most mondtál, hogy itt arra kell felkészülni mindenkinek, tehát akár valójában újszülöttről beszélünk, vagy akár koraszülött kisbabáról beszélünk, hogy pár cseppekkel indít mindenki. És az a pár csepp tej, ahogy te is mondtad, egy 500 g-os kisbabának gyakorlatilag egy fél millivel, ha elindítunk, vagy aztán egy milli. Egy mama gyakorlatilag egy nap alatt az első napokban tényleg pár cseptől 5 milliig tud anyatejet termelni, és ez szépen folyamatosan fog fölépülni. És akkor ennek a babának, ahogy mondtad is, lehet, hogy egész napra elég neki gyakorlatilag csak egy ilyen 5-10 milli. És ezt az édesanyja simán le tudja fejni, ugye akár kézzel is, és ez nagyon fontos még, hogy ismertetni kell az anyukákkal azt, hogy először kézzel kell megtanulni fejni, és kézzel kell kiüríteni a mellett, és ez nem megy rögtön, tehát ez nem fog rögtön rutinosan menni, ezt meg kell az anyukának tanulni, és nekünk, ugye a laktációs szaktanácsadónak is, vagy már ugye a csecsemős nővéreknek is meg kell tudni tanítani erre az édesanyát. És akkor utána majd a második, harmadik, negyedik nap lesz 5-10-15 milli, aztán majd elérjük azt a mennyiséget mondjuk a tejbelövelés után, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a császáros édesanyáknak is, ahogy mondta Petra, és a koraszüléseknek a nagy száma azért császármetszéssel fog megvalósulni. Azoknak az anyukáknak ugye később
fog belövelni a mellett, tehát majd csak a negyedik, ötödik, hatodik nap várható az, hogy egy nagyobb mennyiségű anyatejre tudunk számítani, de akkor is még bőven többletben leszünk. Hát elvileg a nagykönyv szerint azért olyan 400-tól 1200 milliig terjedhet az anyatejnek a mennyisége, ha ez szépen is jól van és ütemesen van felépítve, ettől vannak azért túlig határok. De hát azért ennek el kell már majdnem egy két hétnek telni, mire az anyuka fel tudja ezt a tejmennyiséget építeni. Tehát senki ne várjon magától valójában csodákat, és ezt én azt gondolom, hogy el kell mondani az anyukáknak mindenféleképpen. Igen, ez nagyon-nagyon fontos kérdés volt. Én császáros voltam egyébként 26-26-ra, és 650-ra most volt a pici babám. És hát akkor megláttam a lázutól, hogy fél millivel, meg egy millivel kezdték felépíteni az enterális táplálását, akkor így néztem, hogy akkor most mi legyen a tejjel. Mert hogy már tök sok van, és akkor mondták, hogy hát akkor tessék anya hazavinni, mert még jó lesz az valamire, és akkor elkezdtük lefagyasztani. És utána, amikor már elért az 1500 grammot, ugye akkor kezdtünk el szopizni, és azért jó volt itthon, hogy még volt a hűtőben is, mikor már kevesebb volt a tej, meg ment a szopi is, és hogy tényleg alig volt beteg egyébként a gyerkőc, mióta így hazajöttünk. És így ezzel kapcsolatosan szeretnék rákanyolni a következő témákra, ami a mikrobióma, hogy Petra, tudnád-e nekünk mondani azt, hogy mi ez, mi a szerepe, hogyan alakul ki a koraszülött szervezeten, milyen kapcsolata van esetleg az idegrendszeri fejlődéssel kapcsolatban, és mi veszélyeztetheti egy egészséges mikrobiomának a kialakulását, és ennek milyen következményei? Nagyon, nagyon új kutatási terület, hogy mi is az a mikrobioma, mikrobiom. Igazából, hogyha egyedül vagyunk egy szobában, és azt érezzük, hogy mégsem vagyunk egyedül, akkor nagyon jól érezzük, mert hogy egymagunkban több milliárd kis élőlénnyel élünk jó baráti kapcsolatban. Ők azok a kis baktériumok, gombák, amik, hogyha jó az egyensúly a szervezetünkben, akkor elég sokat hozzátesznek az egészségi állapotunkhoz, illetve a javulásához. A leggyakrabban, amiről hallunk, az a normál bélflóra, hogy a mikrobiom az nem csak a bélflóráról szól, hanem az összes olyan mikroorganizmusról, ami a szervezetünkben, vagy a szervezetünkön, bőrünkön, bélben, bárhol máshol, szájüregben, akárhol találhatóak, és ezeknek az összessége a mikrobiom. Nagyon sokan vannak, több milliárdan élnek bennünk, és nagyon érdekes, hogy génállományban, hogyha azt nézzük, akkor sokkal-sokkal nagyobb a génállományuk, mint magunk, tehát hogy mi saját sejtjeinknek. Ez nagyon érdekes dolog, és ugye nagyon sokszor hallani azt, hogy minden a bélben dől el, és az vagy, amit megeszel, és most már egy tényleg egy nagyon komoly kutatási terület épült erre, hogy ez tényleg így van, és ez az, hogy hogyan alakul ki, és milyen az egyensúly ezeknek a mikroorganizmusoknak, az nagyban már akár a várandóság alatt eldőlhet, vagy elkezdődhet, és az, hogy egy gyerkőcöt hogyan táplálunk, főleg az első 1000 napban, az igencsak meghatározó, mert ott nagyon-nagyon komoly fejlődések vannak, és hogyha ott rossz irányba, vagy rossz sínre kerül a táplálás, akkor egész sok területen tudja befolyásolni az egészségi állapotunkat. Olyanról is beszélnek már, hogy mikrobiom, bél, agy, idegrendszer, tengely, ami tényleg egy ilyen nagyon-nagyon új dolog. Igazából arról van szó, hogy vannak alapdolgok, amiknek meg kellene valósulni ahhoz, hogy ez az út, ez ne rögös legyen, hanem szép egyenes, és egészségesen élhessünk 100 évig, vagy azon túl is. Ez egyrészt az, hogy kutatások is épülnek rá, illetve vizsgálatok vannak, hogy például hogyan születik valaki normál úton, vagy császármetszéssel. Nem ugyanolyan baktériumok fognak beköltözni a kisbabának a bélrendszerébe, akkor, ha császármetszéssel születik valaki, hiszen mi történik? Megszületik a baba, nem kerül bőrkontaktusba, nem megy át a szülőcsatornán, nem találkozik az édesanyának a normál hüvelyflórájával, amiben ugye nagyon, tehát ami ismerős, és így
köztudott a laktobacillusok, azok jó baktériumok, és azzal kellene nagyrészt kolonizálódnia a kisbabának is a bélrendszerének, de ha már elviszik, akkor akár az ellátó személyzet kezén, vagy kesztyűn, vagy az ellátó asztalon lévő nem feltétlenül jó baktériumokkal találkozik, ezek főleg a stafilokokkuszok, és nyilván, hogyha ez az egyensúly, aminek ki kellene alakulnia, már ott megbomlik, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy különböző betegségek alakulhassanak ki, és például az elhízással is összefüggésbe hozzák azt, hogy nem jól alakul ki a bélflóra már a kezdetekben. Aztán folytathatjuk, ugye a normál szülésnél nem rakják az anyukának a mellkasára a kisbabát, szintén szeparálják, tehát ez sem egy jó dolog. Aztán ugyanígy vizsgálatok vannak arra, hogy mivel táplálják a kisbabákat, főleg az első 1000 napban, és a kezdettől fogva szoptatják-e, vagy nem. Nem ugyanaz lesz a bélflóra azoknál a gyerekeknél, akiket tápszerrel táplálnak. És erre is vannak ilyen megosztó hozzászólások, hogy egy adag tápszer még nem számít. Azt kell mondani, hogy de igen, számít. Akkor is, ha csak 5 millilitert vagy 10 millilitert kap egy kisbaba, akkor is az út, amit neki be kéne járni, az így el egy picit kisiklik, és még nem igazán tudjuk, hogy azt vissza lehet-e állítani a helyes útra, vagy végleg egy másfajta bélflóra fog kialakulni, ami befolyásolni fogja akár az ő idegrendszerének és az immunrendszerének a fejlődését. Arra azért, mert vannak bizonyítékok, hogy tápszeresen táplált gyerekeknél nagyobb az elhízás esélye a későbbiekben, nagyon sok főleg akut léguti és gastrointestinális, tehát gyomor-bélrendszert érintő fertőzés az gyakoribb tápszerrel táplált gyerekeknél, mint anyateljes kisbabáknál és kisgyerekeknél. És az idegrendszer fejlődése szempontjából is vannak olyan érdekes vizsgálatok, hogy főleg koraszülötteknél a kizárólag anyatejjel táplált gyerekek IQ-ja akár 8 ponttal is magasabb lehet azokhoz képest, akiket tápszerrel etettek az elejétől fogva. És főleg megint csak a nagyon sérülékeny kategóriába az 1500 gramm alatti koraszülöttek esnek, akiknél konkrétan az életüket és az életminőségüket befolyásolhatja azt, hogy tápszerrel vagy anyatejjel kezdik el a táplálásukat, mert hogy a nekrotizáló enterokolitisznek az esélyét, az jelentősen növeli a tápszeres táplálás. És ezért is kell mindent megtenni, hogy anyatejet, ha még szoptatni nem is lehet ilyen pici babákat, de hogy anyatejet kapjanak, mert nem csak a neknek, de a ROP-nak, a BPD-nek, az IVH-nak is az esélyét csökkenti. Olyan gyulladás ellenes faktorok vannak az anyatejben, amik segítik, hogy ezek a betegségek minél kevésbé alakuljanak ki. Nyilván nem lehet 100%-ban kiküszöbölni, de például az, hogy mit kap a baba, az azért befolyásolhatja azt, hogy meg tudjuk ezt akadályozni, vagy csökkenteni tudjuk ezeknek a betegségeknek a rizikóját. Még hozzácsatlakoznék, most itt hallgattam Petrát, és minden szava kincset ért, gyakorlatilag, amiket mondott, és az villogott végig a fejemben, hogy éveken keresztül az anya gyakorlatilag, én most csak a saját mintámból indulok ki, bejött, letette az anyatejet, akinek volt kisabája, kiment, és hogy mennyire más a világban most, és mennyire féltünk akkor, hogy a kisbabák megfertőződnek, mert mondjuk beengedjük az anyát, és majd az anya behozza, vagy a család behozza mondjuk a fertőzést. Nem tudom, hogy Petra is nyilván élt ebben a világban, és hogy mekkora hazugság volt ez, hogy most ezt tudja mondani, mert igazából az anya vagy az apa az segít nekünk, és segít a kisbabának azzal, hogy ahogy Petra is mondta, mi hamarabb, amint csak lehet akár ezeket az 1500 gram alatti koraszülött kisbabákat is azonnal az édesanyjuknak ugye a mellkasára kell helyezni, kenguru gondozásban kell őket gyakorlatilag ellátni, ezáltal is nyilván az anya az anyatejet adja, és már ezzel is segítünk annak a kisbabának, hogy meginduljon a bélnek úgymond a pozitív érési folyamata, hiszen az anyai szervezet az ugye úgy működik,
hogy ez az enteromamális kapcsolaton keresztül az édesanyja az adott kórokozók ellen, amit Petra is ugye mondott, hogyha betennének bennünket egy szobába, akkor nem vagyunk egyedül, hanem rengeteg kórokozó van körülöttünk. Gondoljuk el, hogy mondjuk egy koraszülött osztályon is mennyi olyan kórokozó van, ami megtapadhat esetleg felületeken egyéb máshol, de az anyai szervezet az gyakorlatilag rögtön elkezdi termelni a kórokozók ellen az ellenanyagot, és hogyha a baba megkapja az anyatejet, akkor segíti a kisbabának a gyógyulását, és igazából a védekezését. És hogy mennyire jó dolog ez, hogy ott lehetnek az anyák, és 24 órában jelen lehetnek, és segítenek nekünk ezzel kapcsolatban. És a másik, ami az eszembe jutott, hogy mondtad, ugye te is említetted, hogy sok volt a tej, tehát kevés kellett még a kisbabának, és hogy mondjuk nálunk is most az elmúlt időszakban 3 anyuka is volt, sőt 4 is, aki donor tejet tudott nekünk adni, nyilván a megfelelő szűrések után, és hogy nem ment igazából úgymond pocsékba az a drága anyatej, ez a drága gyógyszer, hanem ugye vissza lehetett adni azoknak a kisbabáknak, akinek mondjuk nem volt ott az anyukája, és hogy mennyire fontos az, hogy ugye anyatej, tehát saját anyatej lefejve, ha másképpen nem, megy is a donornői tejnek a jelentősége, és majd csak utána jön a koraszülött tápszer, amit ugye lehet adni. És hogy ez mennyire jó dolog, hogy már most idáig el tudtunk jutni, hogy akár a mi édesanyáink is tejleadóvá válhatnak, és hogy megkaphatják a koraszülött gyerekek a tejet, akinek nem tudott lenni mondjuk hosszú távon az anyukája, vagy kevesebb anyateje van. Pont ezt akartam kérdezni az előbb, megelőzti a donor anyatejjel kapcsolatban. Én azt másfél évig voltam tejleadó, mert úgy ugye én tejtem az első pillanattól, ahogy megszületett a most már nagy lányom, hogy nekem ez egy ilyen nagyon fontos dolog volt, mert azt éreztem, hogy ezt tudom neki adni. Tehát, hogy nekem így fontos volt a kötődés kialakulásában, mivel ugye el voltunk szeparálva egymástól, és akkor az volt valahogy így az érzésem, hogyha adok neki a tejemből, akkor így kötődök, vagy adok magamból neki. És akkor annyit fejtem, hogy annyi tejem lett, hogy másfél évig voltam tejreadó, és hogy azt láttam, hogy így, hogy én nagyon kettős ennek a megítélése. Tehát volt, hogy akartam adni ajándékba, mert ami le volt fagyasztva, azt ugye nem vitték el az anyatejállomásra, és nem vitték el se anyukák, se senki, mert hogy valahogy azt éreztem, hogy inkább adnak tápszert, vagy hogy azzal úgy biztonságosabbnak érzik a történetet, mert hogy az be van vizsgálva, azt az orvos adja, receptre adják, és akkor ugye az anyatej az meg anyukától jön, és hogy volt, hogy azt éreztem, hogy ezzel kapcsolatban van ilyen bizalmatlanság, és akkor nagyon jó, hogy megelőztél és megerősítettél, hogy a donor anyatej még mindig okésabb, mint mondjuk tápszert adni, de hogy lehetne ezt jobban átvinni a hétköznapi életbe, vagy a köztudatba. Hát szerintem mindenféleképpen a kommunikációval, ennek a hirdetésével, tehát az, hogy igenis bizonyítékokon alapul az, hogy sokkal jobb, hogyha ugye nem a saját női tejet tudjuk adni a kisbabának, vagy a saját tejét tudja adni az édesanyja, akkor is sokkal jobb választás az, hogyha egy donor anyától kapja a baba a tejet. Ugye nyilván ennek megvannak a szigorú szabályai, hogy mi alapján válhat egy anyuka tejleadóvá, de nyilván, hogyha te is voltál, akkor ezt tudod. Szerintem ennek előbb-utóbb be kell ívódnia mindenféleképpen a köztudatba, sokkal jobban, hogy azért ez biztonságos dolog, hogyha megfelelően van kezelve, és ugye pontosan nem tudom megmondani, hogy hány anyatejgyűjtő állomás van az országban. Nekünk szerencsénk van, tehát nekünk Miskolcon is bent a kórházban működik, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. És azért van az országban több helyen, de pontosan nem tudom megmondani, talán Petra erre tud választ adni. Sajnos én sem tudom pontosan, hogy hány állomás van, viszont azt
reflektálva az előbbi beszélgetésre, Kanadában például egy olyan nyomtatványt kell aláírni az édesanyának, hogy abba egyezik bele, hogy tápszert kapjon a kisbabája pótlásként. Tehát nem abba, hogy donornői tejet kapjon, hiszen mindenhol azt látjuk, WHO, Amerikai Gyerekgyógyásztársaság, Magyar Gyerekgyógyásztársaság ajánlása szerint, hogyha a baba nem tud szopni, vagy nem elég hatékony, vagy beteg, akkor a második legjobb választás az anyának a saját lefejteje, a harmadik a donornői tej, és csak a legutolsó a tápszer. Tehát ha van egy ilyen javaslat, és ez egyébként a 2019. decemberében megjelent csecsemő táplálási irányelvben is szerepel, tehát ez le van írva, ez egy minisztériumi ajánlás, akkor miért is azon kellene aggódnunk, hogy meggyőzzük az édesanyákat, hogy de a donor teje jobb. És ez sajnos igen, egy kommunikációban megint csak nagyon pontos szerepe van ebben is a kommunikációban, hogy ki mit mond. Egyszerűbb egy receptet, egy tápszerreceptet odaadni, mint azt, hogy bizonyos kritériumok alapján megvan azoknak a gyerekeknek a köre, akik jogosultak donornői tejre, és nem mellesleg ingyenesen. Tehát nem mindegy, hogy egy anyuka egy hét alatt mondjuk 6000 forintot elkölt arra, hogy táplálja a gyermekét, vagy ingyen kap anyatejet, ami még egyébként egészséges is, mert nem egy faidegen fehérje. Nagyon sok édesanyja nem tudja, hogy a tápszer az tehéntejből készül. Sokan azt hiszik, hogy anyatejből készül a tápszer. Hát tényleg lehet olyan anyukákkal találkozni, akik jót akarnak a gyereküknek, és azt gondolják, hogy hát de hát az ugyanúgy anyatej, és nem. És azt tudni kell, hogy a tehéntej a legallergizálóbb, tehéntej fehérje a legallergizálóbb fehérjék közé tartozik. És visszatérve megint csak a pici koraszülöttekre, hogy egy olyan gyulladást indíthat el a bélben, ami akár nekhez vezethet. Tehát pont azért javasolja az Amerikai Gyerekgyógyász Társaság is, sőt, hogy 1500 g alatt szinte tilos tápszert kapni a babáknak. Tehát mindent meg kell tenni, hogy legyen saját anyatej, és hogyha ha még az nem elég, vagy valamilyen oknál fogva nincs, akkor viszont donornői tejet kapjanak, és egyébként a bankokból a tej nagy része az a pizzekbe megy, tehát koraszülött kisbabák eszik meg a donor tejeknek a nagy részét, és amit Tünde mondtál, hogy ez a megítélés, ez azért szomorú, mert például nekem a saját sógornőmnek is rengeteg teje volt, és ő is szeretett volna donor lenni, vidéken laknak, és annyira nehéz volt összehozni egyrészt a vizsgálatokat, hogy őt leszűrjék, és utána biztonságosan adhasson tejet, másrészt meg vadászni olyan kismamát, aki elfogadja a tejet, mert hogy védőnő, idősebb házi orvos, azért nyilván jót akarnak, nincsenek tisztában azzal, hogy a donornői tej az egy biztonságos dolog, és sokkal jobb adni, mint a tápszert, ami azért lássuk be, a tejnek sokkal kisebb a marketingje, meg sokkal csendesebb a marketingje, mint a tápszernek sajnos, és valahogy ez is benne lehet abban, hogy sokkal szívesebben írják föl azt, mint az ingyen elérhető anyatejet. Ezt valahogy nem tudom, egy marketinges szakemberrel beszélni kellene, hogy bár tudja minden orvos, gyerekorvos, hogy igen, ez a non plus ultra, de mégsem olyan a megbecsülése, és hogy ezen nagyon jó lenne erősíteni, változtatni. Itt akkor rá is csatlakoznék az utolsó témákra, ami most a vírushelyzettel kapcsolatos, hogy ugye beszéltünk a szoktatás fontosságáról, az anyatej leadás fontosságáról, hogy milyen korlátozásokat vezettek be nálatok a vírus miatt, ennek milyen következményei lehetnek, hogy lettek rövid és hosszú távon, és hogyha tudtok, akkor pozitív példát is mondjatok, kérlek, hogy akár egy online tanácsadás megvalósulhatott-e, vagy át tudtátok-e az anyukákat helyezni az osztályukon, hogy minél közelebb kerülhessenek a babájukhoz, vagy hogy tényleg ne az legyen, hogy otthonról kelljen bejárkálni és behurcolni esetleg a vírust ahhoz, hogy tejet tudjon ott hagyni a babájának, hanem tényleg bent lehessen vele. Nem tudom, hogy melyik kórházban hogy működik most, vagy hogy volt. Én az újszülött osztályról mesélnék egy picit, mert ott nagyon sok pozitív tapasztalat és sok pozitív eredménye lett ennek a járványhelyzetnek.
Ugye azért, hogy ne legyen egyszerre sok kismama egy térben, hamar hazaengedtük őket 48 órásan. Nálunk olyan 4500-as szülésszámmal lehet számolni éves szinten, ami azt jelenti, hogy egy nap előfordul az is, hogy 60 gyerkőc van az osztályon, mindezt három nővére és egy gyerekorvosra. Nagyon nagy forgalmú osztály, ezt így nehezen lehet menedzselni, de azzal, hogy kettő nap után mentek haza az anyukák a babákkal, azt lehetett elérni, hogy több idő jutott egy anyababa párosra. És azt vettem észre, bár nincsen statisztikai adatom, csak egy ilyen megfigyelés, hogy sokkal-sokkal többen mentek haza kizárólag szoktatva, mint tápszeresen, és sokkal nyugodtabbak is voltak az anyukák, és azért kaptunk visszajelzéseket, ugye attól féltünk, hogy hamar hazamennek, nem kapnak megfelelő segítséget, mert hogy nem tud kimenni a házi orvos meg a védőnő, de és hogy féltünk, hogy kiszáradva kerülnek be tömegesen utána a csecsemő osztályukra, de ez szerencsére nem fordult elő. Úgyhogy ez számunkra egy elég pozitív változás volt azért, hogy több idő jut egy anya-baba párosra, és ezt a 48 órás hazadást emiatt a nagyon nagy létszámú, vagy nagy forgalmú osztályon, ezt mi nagyon szeretjük. És emellett az édesanyákat írásbeli információkkal próbáltuk ellátni, hogy hogyan tudják észrevenni, hogy elég a tej a kisbabájuknak, hogyan lehet fokozni, hogyha nem elég, hova tudnak fordulni online tanácsadásra. A Szoptatásért Magyar Egyesület honlapján összegyűjtögettük azokat a tanácsadókat, akik online is vállaltak segítségnyújtást vagy telefonon. Elég sokan fordultak hozzájuk, de hogy legalább ez a forma, ez így megmaradt, még akkor is, hogyha otthon kellett maradni és tartani a szociális távolságot, azért online elég is lehet segíteni, meg lehet figyelni, hogy hogyan szopik a kisbaba, el lehet mondani szóban, és hogy hogyan tartsa a babát, az is azért sikeres segítségnyújtás volt. Úgy látszik, hogy ez ilyen sikertörténeteket hozott most sajnálatos módon, ugye ez mármint ugye a Covid helyzet. Nálunk az okozott most gondot valójában, hogy hogyan tudjuk elhelyezni az édesanyákat, hiszen a Miskolcon is magas a születésszám, közel 4000, 4200-as. Szinte fullig volt most a koraszülött osztályunk, és most is fullig van. Nekünk 30 ágyas plusz 15 ágy a nicünk, tehát gyakorlatilag 42-43 gyerek volt, és van is folyamatosan. Úgyhogy az okozott komoly fejtörés, hogy az édesanyákat el tudjuk helyezni, és nagyon-nagyon sokan szerettek volna ott maradni a baba mellett, pontosan azért, amit mondtál, hogy ugye ne hozzák be esetleg otthonról a fertőzést. Miskolcon, tehát nekünk van három, pontosabban, hát 8 darab babamama szoba kialakítva, ahová ugye azokat a gyerkőcöket el lehet már helyezni, akik jobb állapotban vannak, biztosabbak, szinte már hazamenettel előtt vannak. Tehát oda elhelyeztük az anyukákat 0-24-be, és van a kórháznak anyaszállása, ahová szintén sikerült az anyukákat elhelyezni, sőt, még a mi meglévő anyaszállásunk mellé tudtak nekünk biztosítani plusz még egy szobát, ahová az édesanyákat el tudtuk helyezni, és a szülészeti osztály is azért tudott nekünk segíteni, meg hát ugye a szülés után egy pár napot ott tudtak még maradni a szülészeteken, úgyhogy nekünk az elmúlt években ennyire sok anyukánk szinte nem is volt, akik ott maradtak, úgyhogy statisztikát még nekem sem volt időm csinálni, de biztos, hogy meg fogom nézni, hogy az anyateljes táplálás gyakorlatilag mennyire javult most itt ebben az elmúlt pár hónapban. Azt tudom mondani, hogy viszont most, ahogy a látogatási tilalmat már kezdik ugye enyhíteni,
a mi osztályunkon volt nagy sírás, zokogás a mamák részéről, hiszen annyira örültek, mert volt, aki 5-6 hete nem volt otthon, és van otthon nagyobb gyerek. Tehát megvolt azért ennek az ára is a lelki súlya, hogy ugye szinte ketté szakad az anya, hogy a család otthon van, és akkor az a kicsi koraszülött baba, akire meg valóban most ugye szüksége van az édesanyjára, az anya pedig ott maradt. Tehát nálunk a látogatási tilalomnak az enyhítése az ilyen örömkönnyekben tört ki gyakorlatilag, mert azért annyira ültek az anyák, hogy már most azért biztosított, hogy az apa is bejöhet, megnézheti a kisbabát, és valóban még engem is a hideg is ráz, hogy mennyire nagyon nehéz, hogy hetekig nem látták egymást, és hogy nem látták például az apa a kisbabáját. Úgyhogy hát, bocsánat, volt pozitív, meg volt azért ilyen nehéz pszichés terhe is ennek az egész helyzetnek. Ugye most volt hétvégén apák napja, vagyis hát nem tudom, mennyire tartjátok itthon, mi megtartottuk, és záró gondolatként nekem az lenne a kérdésem, mert október végére vagyunk kiírva a császára, hogy ha jön a második hullám, akkor ezek közül mit tartsunk be, mit ne tartsunk be, hogy fogjuk tudni feldolgozni, ha nem lehet benne a pamer, meg nekem is itt van lesz a pici, a nagy pici, vagy a pici-pici, hogy ezt hogy lehet tényleg feldolgozni. Hogy mégsem apadjon el a tej az aggodalmat miatt, meg a stressz miatt, vagy éppen, hogyha nagy Isten lesz egy Covid pluszos tesztem, hogy mégis beengedjenek a babámhoz, hogy hagyj adjak neki tejet. Készüljük arra, hogy 40. hétre születik, és hazamentek el. Kettő nap sem. És ilyennel nem lesz gond. Nyilván, ha pozitív tesztje van az édesanyjának, akkor elkülönítés szükséges, de a babával együtt. Tehát, hogyha jól van az anyuka, akkor nem szükséges egyáltalán elkülöníteni a kisbabától. Kevés tapasztalat van ugye a jelen vírussal kapcsolatban a szoptatásra, anyatejre vonatkozólag, de más vírusokkal kapcsolatban azért elmondható, hogy hamarabb alakul ki, ugye hamarabb kezd el termelődni ellenanyag az édesanya szervezetében, ugye a fertőzés után, és az az ellenanyag már bekerül az anyatejjel a kisbabába, tehát vétek lenne, jól lévő anya-baba páros szétválasztani csak azért, mert egy tesztje pozitív. Az a nagyon kevés rendelkezésre álló adat is azt bizonyítja, hogy egyrészt egy-kettő olyan vizsgálat van, ahol azt mondják, hogy bekerülhetett a vírus az anyatejbe. Nem biztos, hogy úgy került be, hogy az anya szervezetéből, tehát ott azért kétes, hogy a fejés, vagy az átöntés, vagy a köhögés, a többi kapcsán került be a tejbe, vagy direkt be az anya, tehát a termelődés során ment át. Ezekre még nem pontosak az adatok. A legtöbb centrum világszerte azért az együttes ápolást javasolja, nem az elkülönítést. Nyilván van az az eset, amikor nagyon rosszul van egy édesanyja, és akkor el kell helyezni intenzív osztályon őt, azért, hogy a saját életét mentsék. Azért az egy más kategória, de alapvetően, hogyha rendben vannak mind a ketten, akkor nem feltétlenül jelen állás szerintem feltétlenül kell elkülöníteni. Egyébként meg, hogyha minden rendben és negatív az édesanyja, és nagy Isten jön a második hullám, akkor minél hamarabb haza kell menni. Egy egészséges anya-baba páros nem kórházba való. Csatlakozni tudok Petrához is valóban, tehát, hogy ki kell húzni 40 hétig, de 30 hétig mindenképpen. Rendben, rajta leszünk. Okay. Akkor én köszönöm szépen nektek ezt a nagyon sok hasznos információt. Ugye a videó célja az volt, hogy a mikrobiomról, illetve az anyatej világnapja közelettével egy kicsit edukáljuk a leendő szülőket, és mindannyiunk nevében, és az összes anyukatársam és szülőtársam nevében köszönöm nektek ezt a beszélgetést most, és az időtöket, amit ránk szántatok, és további jó munkát és jó